Köszöntöm nézőinket! Mai kulturális híradónkban ellátogathatnak egy kiállításra, egy könyv örökbefogadási akcióra, bepillanthatnak a legújabb színházi bemutatóba és jazzzenét is hallhatnak. Tartsanak velünk! A Pécsi Galéria Széchenyi téri kiállító termében Győri Művészek címmel 18 alkotómunkáiból nyílt kiállítás október 7-én délután. A tárlatot N. Mészáros Júlia művészettörténész, a kiállítás válogatója nyitotta meg. A kiállításon a Győrött tevékenykedő közel 50 alkotóból 18 munkái láthatók, melyek keresztmetszetet adnak a mai győri képzőművészetről. A tárlatanyagát N. Mészáros Júlia, a Győri Művészeti Múzeum igazgatója válogatta. Vannak idősebb mesterek, akik már jó, csak nem fél évszázad a Győrött alkotnak. Ilyenek Ciráki Lajos vagy Tóvári Tóth István. Egy művész képviseli a nemrég elhunyt győri mestereket, Patai Éva. Vannak olyan művészek, akik a 70-es évek vége felé telepedtek le Győrben, és azóta ott alkotnak, ilyen például Farsang Sándor, és hát a középgeneráció is a legfiatalabbak. A pécsi közönség november 7-éig egy eklektikus, de nagyon színes tárlatot láthat. Festmények, grafikák, kerámia szobrok, textilek formájában. Mely talán nem csak a győri, de a mai magyar képzőművészet fejlődési irányát is meghatározza majd. A győri művészek nagyon örülnek ennek a lehetőségnek. Azt remélik, hogy kapnak valamiféle szakmai visszajelzést, ami irányadó lehet számukra, vagy a fejlődésüket tovább segítheti. A megyei könyvtár október 7-én egész estés műsorral zárta a nyílt hét keretében rendezett könyv örökbefogadási akcióját, mely nagy sikert aratott a könyvtár és az olvasók körében is. A Csorba Győző megyei könyvtár angol mintárai már hagyományosan rendezte meg az úgynevezett nyílt hetet, amikor az érdeklődők a színes programok keretében betekintést nyerhetnek a könyvtár mindennapjaiba és az addig esetleg ismeretlen munkába. E programok része volt a könyv örökbefogadási akció is. Ez a gesztusunk egy kicsit átörökít bennünket, a könyvet szerető, könyvtárat szerető olvasókat az utókor számára. Kedvenc műveket, kedvenc témákat, kutatási területeket tartalmazó könyveket lehet örökbefogadni egy jelképes összeggel, nem csak mostani új könyveket, hanem régi kedves olvasmányokat is. Van, aki József Attilát, Radbót itt fogadott örökbe, van, aki Erdélyről szóló könyvet, van, aki pénzt adott, és az ő jó voltából csodálatos kézikönyveket tudtunk megvásárolni, régészeti albumokat, képzőművészeti albumokat. Tehát egy kicsit érezték azt a felhívásban megcélzottak, hogy ugyan enyhíti a jelen állomány gyarapítási gondokat, de azzal, hogy egy szép ex libris-re rákerül a saját kezüleg, odaírt nevük, foglalkozásuk, munkahelyük, a könyvet majd a következő években, évtizedekben is, mivel a könyvtárak átörökítődnek, talán még évszázadok múlva is, mond valakinek valamit az, hogy ott van egy név, hogy annak a támogatásával birtokolhatja, lapozhatja azt a könyvet. A megyei könyvtár zené és irodalmi műsor keretében mindazoknak köszönetet mondott, akik örökbe fogadtak könyveket, vagy akik, mivel az akció folytatódik, a jövőben teszik majd ezt. A Pécsi Nemzeti Színház kamara termében ma este mutatják be a nagy közönségnek Simon Gray Battle című drámáját. A főszerepben a Jászai díjas Gálfi Lászlót láthatják. Simon Gray 1971-ben írta a Battle-t, első igazi sikerét, és akkoriban nem más, mint Harold Pinter állította a színpadra. A szerzőnek Magyarországon eddig két művét mutatták be, de a Battle-ra, ahogy a rendező Márton András fogalmazott, csak most érett meg a közönség. A darab főszerepét Gálfi László játsza, akit ebben az évadban először láthatunk Pécsett. Ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, élmény nekem, hogy ezt az ismeretlen darabot most végre valahára Magyarországon is, vagy hát Pécset megismerik, remélem aztán, hogy később máshol is fogom tudni játszani, vagy hogy vendégszerepelni.
A Bartley az identitászavarral, önértékeléssel küzdő, másságot nehezen elfogadó, a konzervatív polgári gondolkodást helytelenül értelmező értelmiség gondjaival foglalkozik, mondhatni mindennapi kérdésekre keres megoldásokat. Gray valamennyi visszatérő témáját megtaláljuk benne, a kétértelmű szexualitástól egészen az aláfölé rendeltség játékokig. Ahogyan a Laci játszik, és ahogyan a Laci játsza ezt a szerepet, az egész társulatot olyan mértékben húzza fel, nagyon-nagyon sokat segít a társulatok. Mindenki, aki vele van a színpadon, élvez valamit abból a nagyon intenzív színészi jelenlétből, ami ezt az egész társulatot megmozdítja és magával ragadja. A napjainkban egyre inkább háttérbe szoruló élőzenének a teret városunkban az ifjúsági ház billentyű kocsmája. A szórakozó helyen belül több klub is működik, ahol a magyar jazz, rock és soul zenek kiválóságaival találkozhatnak az idebetérők. A billentyű jazzklubja a Harkány Big Band-del, a Jazz Konzorttal és Babos Gyulával nyitotta meg kapuit a műfaj kedvelői előtt. Ezt a helyet a kultúrkocsmát nem csak az igényes zenerajongó közönség, de maguk a zenészek is nagy örömmel fogadták. Nagyon jó hír, nagyon boldog, nagyon meg vagyok lepődve, és ez egy nagyon kellemes meglepetés. De persze Pécs mindig híres volt arról, hogy amikor még maga született, én már azóta járok ide, és itt mindig helye volt az önök a dolgoknak, és az ön generációja, amikor még gyerek volt, az önök szülei is már úgy intéztek itt a helyi dolgokat, hogy mindig Pécs után ment egy csomó dologba a város. A város után ment az ország egy csomó helyen. Babos Gyula a Jazz Konzort meghívására jött erre az estére Pécsre, hogy együtt zenéjen volt tanítványával, Faragó Miklóssal, valamint a szintén volt konzis Hás Viktorral és a pécsi Nagykarcsival. A Jazz Klub nyitóestjéhez hasonlóak gyakran lesznek majd a billentyűben, hiszen itt a lényeg az élő zenével való élő kapcsolat. Elég széles körben szeretnénk meghívni zenészeket, együtteseket. Úgy próbáljuk meg kialakítani, hogy minden napra valamilyen stílusú zenét próbálunk idehozni, ennek megfelelően házigazdákat szervezni. Jelenleg úgy áll, hogy keddenként régi idők zenéje lesz a Mentollal, a Herold zenekarral, szerdánként egy ilyen vegyes táncház, illetve különféle folk, esetleg funky zenekarokkal, csütörtökönként jazz kocsma van, péntekenként blues kocsma, szombatonként pedig tánczene van. És végül egy hétfői programot ajánlok a komoly zene kedvelőinek. A Művészetek Háza szervezésében lép fel Liszt Ferenc hangversenyteremben Pauk György hegedűművész és Jandó Jenő zongora művész. Közös koncertjükön Beethoven és Bartók művei szerepelnek. Kedves nézőink, a kulturális síradó végén a figyelővel búcsúzom, melyből megtudhatják, hogy mi van, illetve mi lesz a város művészeti életében az elkövetkező napokban. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Pécs TV kulturális tájékoztatója a művészet kedvelőinek.